komplett szezont értékeljük, mégpedig a Premier League most zárult szezonját. Csapatról csapatra, már azokról a csapatokról van szó, akiről egyáltalán érdemes is beszélni. A Chelsea az borzasztó játékkal, viszont nagyon masszív védekezéssel, meg középpályás játékkal hozta le a szezont, és nyerte meg úgy a bajnokságot, hogy gyakorlatilag az egészet unalomba és érdektelenségbe fullasztotta. Én azt mondom, hogy a Premier League-ben az elmúlt 15 évben talán ez volt a legalacsonyabb színvonalú és a legunalmasabb bajnokság. Tehát annyira tudni lehetett végig, hogy a Chelsea-n kívül nem lehet más bajnok. Egyszerűen nem tudtam elképzelni se a Cityről, se az Arsenalról, a Unitednek pláne, hogy odaérhet. De nem is lehet egy olyan csapatot legyőzni, amelyik egyik szezonról a másikra minden csapat részbe hoz egy világklasszist. Tehát hoz egy Fabregast, hoz egy Diego Costát. Na de miért nem hozott a City is minden csapat részbe egy világklasszis, miközben ugyanannyi pénze van, ha azért nem több. Diego Costának a világklasszis, azt szerintem meg, ez meg a másik. Messze van egymástól. Chelsea-nek szüksége volt egy ilyen emberre. Fabregast meg gyakorlatilag kiebrudalták Barcelonából, és a Chelsea a vastag pluszba zárt átigazolási időszakokat abszolút nem arról volt szó, hogy itt mennyi pénzt elköltöttek volna, sőt a Chelsea soha nem volt ilyen nyereséges, mint most. Tehát egyébként Mourinho pont abban, amiben gyenge, Mourinho rengeteg rossz, meg besült igazolása van, meg túlárazott igazolása van, ebben rengeteget változott a Chelsea, én iszonyú hatékonyak a költései, nagyon ülnek az igazolásai, tudta, hogy kiket keres, milyen posztra, és nem volt köztük egyetlen egy se, aki becsődölt volna. A bajnokság maga egyébként egy dögunalmas volt, mert úgy nyerték meg, hogy az első fordulóban az élre álltak, és ott maradtak egészen végig. Mondom, az a csapat, amelyik a Petr Cseh helyére egy Courtois-t tud hozni. Saját játékosuk volt. Jó, erről van szó. De mondom, de azt nem értem, hogy Angliában van 6 csapat, amelyik képes lenne minden nyáron elhozni minden posztra egy világklasszist. És miért nem hozott City, és miért nem hozott United hozott, de ott mondjuk most teljes felfordulás van. A City az a bajnok csapat volt. Most verjenek szét egy bajnok csapatot? A United tényleg hozott minden posztra megfelelő embert, csak ott a Fergusonnak az árnyékában kell valamit létrehozni, ami borzasztó nehéz. Úgy tűnik. Hát meg ott teljes dinasztiaváltás van most, meg teljes filozófiai váltás, meg minden. Tehát ott most nem vártunk bajnoki címet igazából, még a United szurkolók sem, de azért a Cityre mondjuk alaposan ráfért volna egy ráncfelvarrás, azok után mondjuk a BL-ben minden évben látják, hogy az teljesen kevés Európában, amit ők tudnak. És hiába nyertek otthon 2 bajnoki címet, azért azt ők sem gondolták komolyan, hogy a Mourinho, amikor egyszer csak végre a keze alá elkezdenek dolgozni a folyamatok, akkor nem fogja kihasználni ezt a lehetőséget. De most látjuk azt a 3 játékost, akit, hogyha a Manchester City elhozna, akkor bajnok lenne? Tehát létezik ez a 3 játékos? Nem látom ezt a 3 játékost. Nem látom, de ugye szép lassan megöregedett a City, a legöregebb átlag életkorú top csapat Európában, 30 év fölött. Az borzasztó öreg, ott mindenki öreg. Ugye valószínűleg lesz egy edzőváltás is. És mindamellett szerintem nem is a továbbjutással van a baj, mert ugye a kiesések kapcsán mindig belefutottak a Barcelonába. Barcelonával szembe ki lehet esni. Az, hogy közel megalázó módon estek ki, az már egy másik dolog. Az igazán nagy baj szerintem az, hogy a csoportmeccsekben is borzasztó kínlódás volt. Hát, Dortmund leiskolázta őket adott esetben. A Róma x-elt velük méghozzá Manchesterben. És emellett a Chelsea sem képes arra, hogy Európában realizálja azt az erőt, amit demonstrál a Szigetországban. Sőt, a Premier League-nek, hogyha nincs is válsága, amit előbb mondtunk, hogy legunalmasabb, legalacsonyabb színvonalú bajnokság volt évek óta, akkor arról is beszéljünk, hogy Európában is teljesen leégett a Premier League küldöttsége, mert sem a BL-ben, sem az Európa Ligában a 8 között már nem volt angol csapat. Ez azt jelenti, hogy a 16 közé, hogyha a két ligát nézzük, van, egy Everton tudott bejutni, és az is kiesett, ma a 4 közé nem jutott be az EL-ben. Hát ha nem korábban esett, az is most valahogy és nem tudom fejben. Szóval, hogy ezt el tudjuk képzelni, most hogyha már még egy szezonban ez megtörténik, tehát hogyha a következő szezonban is ez történik majd, akkor ki lehet jelenteni, hogy az angol futballválságban van. El tudjuk képzelni, hogy néhány éven belül az olasz bajnokság az megszerzi a 4. BL kvótát az angoloknak az orra elől? Nehezen. Pláne úgy, hogy ugye idén közben jött az a hír, ami megnyugtathatja az angol futball rajongóit, hogy magyar pénzben 2140 milliárd forintnyi TV pénz áramlik a következő 3 évben a Premier League-be,
amitől már a spanyolok is kétségbe estek, hogy így az összes sztárjukat el fogják vinni. De egyébként az angolok előbb bezáratják a szériát, mint hogy elveszítsék. Olyan nincs, hogy az angolok elveszítsék a negyedik helyüket. De egyébként matematikailag is 2017-2018-ig kéne folyamatosan verni az olasz csapatoknak az angolokat, nem fogják. Tehát szerintem idén megtörtént. Idén megtörtént, de erre hosszú távon szerintem semmi esély nincsen. És persze az, igazából szerintem az angol az az egyetlen olyan futballkultúra, ami állandó örökös válságban van. A saját szempontjukból ők, hogy nem tudják soha elhelyezni magukat, de ezt nem tudom elképzelni, hogy ott bármi veszélybe kerüljön. Főleg úgy, hogy azért a United valószínűleg stabilizálódni fog, az Arsenal már elkezdett költeni és továbbra is költeni fog, a Chelsea az Chelsea, a City City, tehát hogy én ezt nem tudom elképzelni. Az angoloknak, ami ebből a szempontból a kvóta rendszerből a hátrányuk lehet, az, hogy az Európa statisztikailag 2,6 helyen végez hátrébb az a csapat, amelyik az Európa Ligában szerepel. Egyenes következmény, hogy minden angol csapat leszarja az Európa Ligát lehetőség szerint, mert azon ők csak bukni tudnak. Tehát őket a Premier League érdekli. Na, és erre rábhatnak. Ugyanis Olaszország is így vesztette el a negyedik BL helyet, hogy a csapatai szartak az Európa Ligára. Na most, hogyha az angolok belecsúsznak ugyanebbe, akkor ez ugyanúgy bebhat nekik a nagyon erős futballjuk mellett is. Igen, bár ott azért a BL tud kompenzálni, mert azok egy magasabb mérőszámot. De nem sokkal. Tehát a színvonalbeli különbség a két liga között, a Európa Liga meg a Bajnokok Ligája között sokkal nagyobb, mint amennyivel mint amikor a koeficiensek között a különbség. Ez a baj, de tényleg. És most, hogy amikor először volt az, hogy a Európa Liga győztes elindulhat a BL-ben, már is láthatjuk az olasz csapatok mennyire komolyabban vették. Igaz, hogy még nem jutottak döntőbe, de azért a 4 között volt 2, a 16 között volt 5, korábban már a 16 között se volt általában. Szóval nem arányos a jutalmazás a koeficiensekkel az Európa Ligában a Bajnokok Ligájához képest. A Bajnokok Ligáját sokkal jobban jutalmazni kéne, de nem ezt teszik, és valószínűleg pontosan azért nem ezt teszik, hogy büntessék azokat a ligákat, amelyek komolyabban veszik a saját versenysorozataikat, mint az Európa Ligát. Az angolokat sose fog. Hát nagyon durván adminisztratív eszközökkel lehet maximum az angolokat rászorítani. Erre az angolok egyébként mindig is a saját bajnokságuk megnyerését többre tartották, mint a BEC vagy a BL megnyerését, eztán az utóbbi években változhat. Szerintem az egyébként igaz, hogy a Premier League-et a legnehezebb megnyerni, nem, ettől még nem lesz a legjobb bajnokság, de hogy az valamilyen brutális sorozat és meg igénybevétel, nem csak a meccsek száma, hanem hogy azok milyen meccsek egyébként, mennyit futnak, milyen sebességgel, hány pár harca, tehát én ezt elhiszem, hogy azt a legnehezebb megnyerni, és aztán visszaüt Európában megfejelve az, hogy az Európa Liga nem érdekel senkit. Főleg Olaszországban is volt olyan korszak, a 80-as évek második felétől mondjuk másfél évtizeden át, amikor az olasz bajnokságot volt sokkal nehezebb megnyerni, mint bármit, és mégis az olasz csapatok komolyan vették, meg komoly eredményeket értek el az Európai Ligákba is, mert folyton az volt, hogy esetleg mind a három sorozatot megnyerték, vagy házi döntők voltak az UEFA kupában, stb. Tehát ott ők meg tudták azt tartani, hogy Európát is uralták, miközben a Scudetto az a szemükben talán még többet ért, mint a Becsátok. Igen, mondjuk az olaszoknak megvan az előnye, hogy akkor minden világsztár Olaszországba játszott. Az olaszok hónapra szinte megdöntötték a fizetési rekordokat, az átigazolási rekordokat. Van egy nagy különbség, az angolok kvázi a 90-es években kezdtek el focizni abból a szempontból, hogy akkor kerültek először Angliába olyan menedzserek, akik játékosoknak elmondták, hogy figyelj öreg, így nem lehet enni, meg sört inni, meg hamburgert, meg sült. És ott mindenki anyat volt esve ettől, meg sok időnek el kell telni, hogy valóban profi legyen az angol labdarúgás felkészítése, taktikailag, élettanilag, stb. Az olaszok ennek soha nem volt problémájuk. Tehát a 90-es években, amikor a pénzhez társult ez a marha nagy szakmai tudás, ott nyilván végverték a világot. A Ferguson, akire azért érdemes hallgatni, hogyha a Premier League-ről van szó, ő azt vizionálja, hogy a következő évek, évtizedek azok a Chelsea és a Mourinho uralma alatt fognak zajlani. Hát, ha nem a Van Gaal és a United uralma alatt, mert én azért Van Gaaltól még nem nagyon láttam olyat, hogy most egy ilyen projektet elkezd, és aztán nem fogja befejezni sikerrel. Volt már rá példa, de ő mindig felállt, és most is láthattuk azért a bajnokság második felére, hogy azok az elképzelések, amiket ő képvisel, azok előbb-utóbb sikerre fognak vezetni. A hollandoknál is egyszer bebukott, de aztán újra megpróbálta is, sikerült, és mindig újra újabb ötletei jönnek, újabb
eredmények jönnek, úgyhogy én a United és a Chelsea. De az milyen, hogy a Ferguson nem hisz a Van Gaalban, és propagálja itt a Mourinho-t, meg a Chelsea-t, ahelyett, hogy a saját klubját, meg a saját véreit. Jobb, de nem, most legyen demagóg. Tehát szerintem ez egy nagyon bizonyos szempontból mondom, hogy ez egy súlyos veszély. Én azt gondolom, hogy a Chelsea az új United, lehet majd a Chelsea mellett bajnokságokat nyerni, de alapvetően most nagyon úgy néz ki, hogy jó néhány éven keresztül, és ugye Mourinho is beleállt ebbe a Chelsea történetbe, ez nagyon úgy néz ki, hogy ez nem arról fog szólni, hogy ott lesz még egy-két évet, hanem én nem lepődnék meg, hogyha most jó hosszú éveken keresztül, 5-6 éven keresztül ott lenne. Soha nem tudott három évnél tovább sem, hogy megmaradni. Szerintem majd most tud. És van egy nagy hátránya, versenyhátrány Unitednek, az, hogy egyszerűen Van Gaal idős. A felesége már csomószor kérte tőle, hogy fejezze be, ő maga is már igazából úgy volt, hogy a VB-t csak azért folytatta, mert ugye nagyot bukott a szövetségi kapitányként, és ezt nem bírta megemészteni, és amikor felkérték újra, akkor elvállalta a feladatot. De csak a VB végéig, és még csak a United, tehát hogy ő már idős vele, nem lehet azért olyan támadatokba gondolkodni, megint ugyanott lesznek, hogy fölépít valamit, úristen, ki legyen Van Gaal utódja, az se lesz egy könnyű szerep. Tehát a Chelsea, a Chelsea borzasztó fiatal. Chelsea-ben 20 éves gyerekek játszanak, ott van Mourinho, ott van a pénz. A Chelsea annyira masszív, hogy nem tudom, hogy ezt ki tudja ki. Bárkivel tudnak versenyezni. Maximum lesz konkurenciájuk jó esetben, de ők akkor is egy-kettőben lesznek. Beszéljünk az Arsenalról, ami borzasztó masszívan jön föl. Most már nagyon minőségű a keretük is. Most már úgy gondolom, hogy az Arsène Wenger is költ, mer költeni, és azt érzem, hogy ha ez a koncepció így folytatódik még néhány éven keresztül, anélkül, hogy el kelljen adniuk mondjuk egy Özilt, vagy mondjuk egy Sanchez-t, akkor itt menthetetlenül Premier League győzelem, vagy Bajnokok Ligája győzelem jön. Hát el kell dönteni az Arsenalnak végre, hogy most már a pályának a sikereket, vagy a pénztárcáját szeretné vastagabbnak látni, mert eddig mindig a... De most már realizálódott, most már fölépült a stadion, most már tényleg egy európai top klub az Arsenal, most már ez az utolsó cél, ami hiányzik, az az, hogy Angliában és Európában trónra álljon, vagy trónra üljön, vagy a dobogó legfelső fokára fölálljon az Egyesület. De iszonyatos beruházásokra lesz szükség, tehát el lehet érni a BL helyeket ezekkel a saját nevelésű kis... Wenger bébikkel, de az, hogyha Chelsea-vel vagy a United-del akarnak hosszú távon versenyezni, akkor kell világsztárokat. De most már ez megvan, tehát most már minden évben van egy 40-50 milliós igazolás. De négy kéne. Tudsz egy világsztárt mondani az Arsenalból? Hát az Özil eléggé világsztár, nem? Azért a Sanchez eléggé világsztár, nem? Nem, ők szerintem nem világsztár, abból a szempontból nem. Én például Özilt imádom, az egyetlen ember, akit Zidanehoz lehet hasonlítani stílusra, amilyen formában. Özil például nagy meccset életében nem döntött el egyet se. A Sanchez is egy nagyon jó játékos, top játékos, világsztárnak nem mondanám, a Barszában se volt világsztár, de szerintem az Arsenalnak az a legnagyobb baja, amit a legnagyobb erénye is, megint csak Arsène Wenger. Ezzel, amit ő gondol a futballról, és ahogy szerinte nyerni kell, azzal nem lehet megnyerni, azzal talán a Barcelona tudná megnyerni a Premier League-et. Ez a csapat... De már három Premier League-et megnyert, már BL döntőt játszott. Most, hogyha abban a BL döntőben nyert volna, most egész másokat mondanánk róla. Nem lehet. Nem. Nem. Tehát nem lehet. Arsène Wengerrel nem lehet nyerni, de hát lehet. De lehetett már. Ha minden klubban azok a szabályok a játszanak, mint az Arsenal, akkor lehetne. A Barcelonát, igen, akkor lehet, hogy megnyerni vele a Premier League-et az Arsenallal, ezzel a fajta futballfilozófiával, hogy ő például képten célfutballt játszani, képten meccset kinyírni, hogy a Chelsea a legszimbolikus... Hát de ha valamiért lehet szeretni az Arsenalt meg a Wengert, akkor az lehet ez. Szeretni, lehet érte rajongani is, csak de nem fogja megnyerni ezzel a Premier League-et. A legszimbolikusabb momentum szerintem, mikor a Chelsea megnyerte a bajnokságot ebben az évben, három darab védekező középpályás volt a pályán. 180. csapat ellen. Azért, mert az 1-0 tökéletes volt, és Mourinhót nem érdekelte semmi, ha kellett volna a ötödiket is becserélni, akkor is 1-0, akkor is megnyerik. És ezt Wenger soha nem fogja megcsinálni, meg alapból azt is mondom egyébként... Mert ez gyűlöletes egy milliárdos klub részéről, amelyiknek minden játékosra van pénze, és aztán elcsalja azt a játékot, amiért elvileg egyáltalán őt oda hozták, mert hogy ő elvileg ért ehhez a játékhoz, de valójában nem a játékhoz ért, hanem ahhoz, hogy kicsikarja a trófeát. Jó, de lovagi módszerekkel, meg lovagi páncélzattal neki menni a 21. századi hadviselés
ben az ellenfélnek, annak nincs sok értelme. Tehát lehet kedvelni emiatt a Wengert, én viszont azt mondom, hogy inkább túl finnyás ő ehhez a mai futballhoz, meg a Premier League-nek a brutális dominanciája, az erejéhez, meg az egészhez, ahogy fel van építve, és ilyen eszközökkel. De ez ugyanaz, mint a Bilbao. Pont az vész ki a mai futballból, hogy a csapatoknak, azoknak arculatuk, karakterük, filozófiájuk legyen, igen, hogy gondolj, hogy a trófeánál többet gondoljanak a játékról. A Wengerben ez pont megvan. Igen, az volt mondom. A felvetés, bocsánat, hogy lesz dominancia, vagy nem lesz dominancia, ki fog nyerni. Tehát nem az volt a kérdés, hogy melyik a szimpatikus, vagy hogy melyikért lehet jobban rajongani, az egy másik válasz. De emlékszünk a veretlenül bajnokságot nyert Arzenára, akit egy csalással tudott megállítani a Manchester United. Hát az egy egész más stílusú, jellegű csapat volt, ahol nagyon komoly pénzeket fizettek a játékosokért. Tehát az nem 18 éves gyerekekből lett fölépítve, és még egy nagyon különbség az Arzenál meg a többi csapathoz képest, hogyha végignézzük, hogy itt centire, kilóra milyen játékosok vannak, akkor az Arsenal egy könnyű súlyú csapat a Premier League-be. Így van. Aha. Egyszerűen. Tehát, hogy egyszerűen... Kilóra, centire kevesek. Ezt ki lehet számolni, hogy milyen csapatot tudnak, milyen csapat volt a Liverpool, milyen a Chelsea, milyen a United, ott nem játszottak gyerekek. És ezt nagyon időzőjelben mondom, nem lehet mit csinálni, tök szépek, tök ügyesek, de jön a busz és elviszi őket. Tehát, hogy ez egy másik szempont. És ez tudatos a Wenger részéről? Mert ő azt a szép játékot, azt a sok futós, persze, széleket nagyon használós játékot... Ez egy kiválasztási szempont. Iniesta a Angliába születik, nem lesz belőle játékos. 16 évesen elküldték, van, hogy fiam, te kicsi vagy, gyenge vagy, mit nem tudsz? Párharcot tudsz nyerni? Nem. Becsúszni tudsz? Nem. Távolról lőni tudsz? Nem. Fejelni tudsz? Nem. Menjél szépen haza. Tehát, hogy Wenger más típusú játékosokat választ ki egyáltalán. Akik arra jók, amire ők szeretnék őket használni, csak azzal így nem lehet nyerni. Jó, de hogyha 10 éve tudta azt a filozófiát követni a klub, hogy vegyünk Henrit, meg vegyünk francia világbajnokokat, és legyünk bajnokok, és legyünk veletlenül bajnokok, akkor miért jött egy törés egyszer csak? Tehát csak a stadion építés? Stadion. Hát a stadion. De miután fölépült a stadion, ez nem lehet visszarázódni? A régi kerékvágásba? Hát az épült, a Bayernnek is épült új stadionja, mégsem esett vissza. Jó, de a Bayernnek olyan merchandising energiái vannak, amik nincsenek becsatornázva az Arzenál mögé. Az igazság, hogy ami a Bayernnek megvan, az a Barcelonán, a Real Madridon, meg a Manchester United. Az Arzenálnak is van annyi, mert ott áll mögött a Premier League, a Bayern mögött meg csak a Bundesliga, amit szinte egyedül ural. Igen. De azért a Bayernnek rengeteg saját nevelősi játékosa van, azt még ne felejtsük el. Tehát, hogy ők nem feltétlen világsztárokat igazolnak, ott van létező. Egyáltalán beszéljünk arról is, hogy Angliában most van-e a szószoros értelmet világsztár. Tehát, ha most azt mondjuk, hogy vegyük a világ 10 legnagyobb sztárját, és abból hány játszik Angliába? Hát Hazard az ilyen, gondolom. Egyedül lehet, hogy őt úgy tudnánk mondani, de most komolyan. Mert ha elkezdjük, hogy az Ibra, meg elkezdjük, hogy a Barszának az MSN-je, meg elkezdjük, hogy a Realnak a 2-3 világsztárja, meg a Bayern sztárja, és már ott vagyunk, hogy 10, és Angliában egy sem játszik közülük. Szerintem csak a világsztárok közül csak kapusok játszanak Angliában, közülük viszont a legtöbb. Ami az Arzenálnak egyébként szintén egy gondja, hogy nincs olyan szintű, jó kapusai vannak. De 15 éve nincs már olyan kapusa, amelyik Arzenálhoz, Arzenál az méltó lenne? És ez miért van? Tehát miért van az, hogy gyakorlatilag Jens Lehmann volt az utolsó olyan kapus, akire azt lehetett mondani, hogy tényleg egy jó kapus, meg a Bundesliga teljesítménye alapján. Egyébként a Bundesligában tényleg nem volt annyira jó, de az Arzenálnál nem igaz, hogy megbukott. Csak hát egy BL döntőt buktatott meg, de nagyon örültek neki, mindegy. Szerintem az Oliver Kahnt kiszorította a válogatottból a Lehmann akkor, tehát az akkor a Lehmann jó volt. Kiszorította inkább az Oliver Kahnt. Tehát Klinsmannnak a hülyesége volt. Nincs olyan szint, De Gea egy világsztár, a Chelsea-nek is világsztár kapusa van, az Arzenálnak meg nincs. De a Wenger nem látja ezt, hogy ki a jó kapus, vagy miért kéne a jó kapus? Hát most vettek is egy kapust, ez ugye egy furcsa lépés volt, mert Chelsea helye igazából stabil volt. Cigizgetett, éjszakázgatott, ez ugye Wengernek nem tetszett, vett egy másik kapust, na de hát azért nem egy világsztárt, vagy nem egy, még csak nem is egy Európában ismert nevet, mondjuk. Ospina. Igen, pláne nem olyat, aki mondjuk az angol bajnokságban már bizonyított. Tehát még az felmerült, ami szintén egy érdekes dolog lenne, hogy mi lesz a Chelsea-től távozó Peter Cseknek a sorsa, hogy őt elvinné szívesen a United is, elvinné esetleg az Arsenal is. Az is egy fél megoldás, mert nem hosszú távra szól, de az biztos, hogy előrelépés lenne.